vidékén. Én meg már azt hittem, hogy... Te csak ne hidd semmit, hanem kelj fel! De amikor olyan jól fekszem... Azt mondtam, hogy fel kell. Na de drága Lidikém, meg nincs reggel. Ki beszél itt reggelről? Késő este van, és mi vacsorázni fogunk. Vacsorázni? Hát miért nem keltettél fel előbb? Már egy órája költögetlek, de hiába, akár ágyút is sütögethettem volna a füled mellett. Hol a gyerek? Soma! Igen, persze, hogy Soma. Miért van már gyerekünk is? Nincs elégként. Na látod, még ezt az egyszer fiadat sem tudod ránevelni arra, hogy vacsorára itthon legyen. De hát én... Meg vagyok áldva veletek. Te állandóan alszol, Soma meg állandóan csavarog. És mi van, ha felmerészkedett a potlásra? A potlásra? És a nagy macska már húsz kéne van. Felfalta? Jaj, aranyos eltérlek, kisfiam! Nyugodj már, meg nem kell mindjárt rosszra gondolni. Cincin! Hívtál, mama? Kisfiam! Aranyos egyetlen kisfiam, hol voltál? Hol lettem volna? Sétáltam egyet a városban. Na látod, anyjuk sétálni volt. Én meg már azt hittem, hogy felmerészkedtél a padlásra. Nyugodj meg, mama! Én a padlásnak még csak a közelébe sem megyek. Ne is menj, kisfiam, mert a nagy macska mágus nem ismer irgalmat. Varázsereje van. Mindenre képes. Tudom, tudom, hiszen már annyiszor elmondtátok. De nem lehet elégszer elmondani. Miatta kell rettegnünk éjjel-nappal. Tudom, tudom, de egy dolgot nem értek. Mit? Hogy ez a nagy macska mágus még soha, de soha nem látogatott le ide a sajtkészítő műhelyre. Az igaz, de a hangját az nap, mint nap hall. Jaj! Csak fel ne izgasd magadat, Lidikém! Hát nekem ebből elegem volt, asztalhoz! Mama, várj, még szeretnék valamit mondani. Azt mondtam, asztalhoz! De mama! Jó, mit akartál mondani? Csak azt, hogy a városban láttam egy Berkeley fehér egér színházat. Milyen egér színházat? Fehér egér színházat. Fehér egerek nincsenek. De igenis vannak! Márta! Igenis, Lidikém. Fehér egerek vannak? Nincsenek. Na látod. Én akkor is láttam őket. És volt köztük egy nagyon aranyos kislány. És az is fehér volt. Mint a legfrissebb sajt. Nem, mint a frissen esett hó. Hát nekem ebből elegem volt. Asztalhoz! Rockford Emmental, trappista ejdámi. Soha. De hát a becsület, apa. Éppen ez az kislányom.
a becsület nem engedi. Ezt jegyezd meg jó. Egy alsó és felső egér vacs ki albíró albint, még soha se honnan sem fordult vissza. Helyes! Bemegyek. Albin, vigyázzon magára! Győzelem! Pszt, győzelem! Albin, mi van bent? Saj, Szeréna, saj. De van egy rossz hírem is. Ugyanis odabent már van egy... Macska? Két macska. Nem macskák vannak odabent, hanem... Hanem... Egy egér család. És miért baj ez? Szürkék, Szeréna. Szürkék. Szürke egerek. És ezekkel a szürke egerekkel akar maga együtt élni, Albi. Szükség, törvénybont. Jöjjenek utánam. Micsoda nap, Istenem, micsoda nap, vagy mi lesz ebből? Látod, fehér egerek! Ugyan már Libikém rémeket lát, biztosan túlságosan sokat ettől. Fehér egerek nincsenek. Ha én mondom, hogy fehér egeret látok, akkor fehér egeret látok. De hiszen te magad mondtad, hogy fehér egerek nincsenek. És amit te mondasz, az... Ó, pardon, elnézést a zavarásért. Engedje meg, asszonyom, hogy bemutatkozzam. Alsó és felső egérvacki, albínó albín vagyok. Itt ő a hitvesem Szeréna, és a kislányunk Ruzsina. Kezd csókolom! Szia! Szia! Márton, csinálj már valamit! Én, adj Isten! Tucsi-mucsi! Hát ide, figyeljen az úr! Először is mi vacsorázunk! Pardon, csak folytassák! Még nem fejeztem be! Másodszor mi nem szoktunk vendégeket fogadni, pláne hivatlanokat! Hát mi nem is vendégségbe jöttünk, hanem... Hanem? Úgy gondoltuk, elég nagy ez a sajtkészítő műhely, így hát mi is beköltözünk. Ide! Igen, ide. Aztán milyen jogom? Amilyen jogon önök is költöztek ide. Márton, csinálj már valamit, mert kikaparom azt a piros szemét. Tehát én figyelmeztetem az urat, hogy nekem is vannak olyan erős fogai, mint önnek, és bizonyos helyzetben nem állok jót magamért. Albi, ne izgassa föl magát, inkább menjünk. Maradunk, Szerény, maradunk. Csak nem alacsonyodik le ezekkel a közönségesekkel veszekedni. Mi? Közönségesek? Te sárkóras piszkafa! Víziló! Na megállj csak! Adok én ennek a rizsparás bundának! Állj! Sajnos én ezt nem vagyok hajlandó tovább hallgatni. Van szerencsém közölni önökkel, hogy mostantól kezdve a sönnyei jobb fele, a még jó éjszaka. Pá, vízi paci! Hát én mindjárt agyvérzést kapok. Nekem is majdnem kivert a víz. De Márton, ezek berendezkednek. Akkor berendezkednek. De Márton, ezek lefekszenek. Akkor lefekszenek. Gyerünk, mi is aludni. Beszélgetni falatozás nélkül is lehet. Ez igaz?
Hát akkor beszélgessünk. Beszélgessünk. És a ma? Most miért hallgat? Én nem tudom elkezdeni. Hát akkor elkezdem én. Most meg te hallgatsz. Én sem tudom elkezdeni. Hát akkor... Jaj, mi volt az? Csak egy macska. És te ezt csak így mondod? Gyere, bújjunk el! Mondta, nem kell elbújni. Azért csak gyere. Mondtam már, hogy nem kell elbújni. Tehát én azt tanultam a szüleinktől, hogyha jön a macska, akkor sipírt. Na bárcsak, mindjárt megmagyarázom. Szóval ez a macska... Jaj! Ne vágj folyton közbe. Szóval ez a macska még sose, de sosem látogatott le ide a sajtkészítő műhelybe. Furcsa macska. Meghiszem azt. Úgy hívják, hogy a nagy macska mágus. Szóval varázsló macska. És miben áll a varázs tudománya? Mindent tud. Mindent? Azt akarná, hogy helyettünk két kunkori sajtély heverjen itt a padlón, akkor helyettünk két kunkori sajtély heverne itt a padlón. Jaj! Nyugodj meg, még sosem csinált ilyet. De még csinálhat. Ki tudja. De Fruzsi, ígérd meg nekem, hogy soha, de soha nem mész fel a padlásra. Soha. De mondd csak, miért fontos ez neked? Mert nagyon megkedveltelek ma. Én is téged, na. Mondd csak, Fruzsi, megpuszilhatom a fülecskédet? Ha akarom. Thank you.
Csoma meg én. Még a Csoma meg én. Mama! Csönd, mit akarsz te ebből a sápkóros, lisztbe mártogatott, piros szemű kisasszonyjal? Mama, én. Hát nincs elég tisztességes szökegél a környéke? Még egy közepes diócsot tud az egyik sarokban, a másik sarokban gurítani. Én. Hát, és nézd meg a szemeit, pirosak, biztosan festi valamivel, és ilyen fiatalom. Hova tetted a szemedet, fiam? Hova? Mama, ha így beszélsz róla, én nem tudom, mit csinálok. Hát nem érted? Értek én mindent, fiam, de most már marzs befelé. Megyek már. Fruzsi, hogy kerülsz te ide? Indulás haza. Jó, hogy jön szomszédasszony, legalább elmagyarázza a lányának, hogy nem illik élet idején fiúk ablakán kopogtatni. Hazugság! Az én lányom ilyet nem csinál. A maga fia jött előbb hozzánk, ha tudni akarja. És én megmondtam neki... Ugyan már! Mit mondott meg neki? Azt! Nem bírom tovább, Albin! Mi baj van, drágám? Nyugodj meg! Ezt a szégyen! Na de hát a lányunk! De mindennek az az erőszakos, bumfordi fiúk az oka! Az én fiam? Erőszakos? Bumfordi? A maga lánya meg egy alamuszi, lisztbe mártogatott, piros szemű. Az én lányom alamuszi, lisztbe mártogatott. És piros szemű. Maga piaci kofa. Még neked áll fejed? Tudod, mi vagy te, Szeréna, egy sziréna? Na, ez mások. Mi ez a lárma? Jó, hogy jössz, Márton. Csinálj már valamit! Adj Isten! Ah, Tuti Mutyi! Még hogy én, Tuti Mutyi? Figyelmeztetem önöket, hogy ilyen helyzetben nem állok jót magamért. Én sem leszek! Ez minősíthetetlen. Márton! Igen, Stridike, most jön az én pillanatom. Jaj, megharapott! Tisztás piros szemű! És most ég veled, világ, ég veled, sajt, Soma, Somacskám! Olyan nehéz a szívem. Na, kislány, ne
nem kell annyira elkesegedni. Hát, ha segíthetek valamiben. Nem lehet én rajtam már segíteni. Na kivel, mi a baj? Soma. Soma? Azt mondtad, tudsz segíteni. Azt. Hát akkor drága jó és félelmetes nagy macska mágus, tessék engem szürke egérré változtatni. Szürke, szürkévé? Igen. Ezt jól meggondoltad? Jól. Egészen biztosan? Egészen biztosan. Hát nem bánom, de figyelmeztetlek, hogy a szürke egérnek sem könnyebb az életem, mint a fehérnek. De én akkor is szürke akarok lenni. Jó, állj ide, és hundjuk be a szemed. Kifejezetten bántalatlan. És a színe? Mákos.
majd én utána járok én ennek a dologra. Nézze csak rám, kedvesem. Ruzsina vagy ki? Mi volt az atyai nagyatyád neve? Nem tudom, és nem is érdekel. Ez felháborító. Nem tudja, és még csak nem is érdekli. Terina, drágám, ez nem lehet a világ. A kisasszonyt felszólítom, hogy hagyja el a házunkat. Na de papa! Mi? Hogy papa? Jó, jó, megyek már. De fogtok ti még utána? Micsoda nap, Istenem, micsoda nap. De hol lehet a Miklós? Én vagyok. De!
csináltam. Ezzel tartom távol a valódi macskákat. De hát... Na várjatok, mindjárt megoldanád. Sic! Amint látjátok, a nagy macska mágus nem más, mint Pascal, a vagázsegér. Mert hogy így hívnak. Drága Pascal, ha valóban te vagy a nagy macska mágus, akkor mi megint szeretnénk. Épp ezt akarom csinálni. Álljatok csak fel, mindjátok be a szemeiteket. Mi tere!